Befejeződtek a munkálatok azon az 5,5 km hosszú nagykállói kerékpárúton, ami része lesz a Nyíregyházát Nyírbátorral összekötő szakasznak. A 186 millió forintos projekt 90%-os Európai Uniós támogatási intenzitással készült el. A nagykállói kerékpárutat még nem adták át teljes egészében, viszont a helyiek már használhatják a várost érintő szakaszt. Ez a kerékpárút része a Nyírbátor-Nyíregyháza tervezett kerékpárút hálózatnak. Az egyik vége az a már meglévő Kálósemény Nagykáló kerékpárútnál kezdődik, a másik pedig a vége a város Nyíregyháza felé eső oldalán, az autópálya csomópont tövében ér véget. Reményénk szerint majd később innen folytatódik Nyíregyháza irányába tovább a kerékpárút. Ez a szakasz 5,5 km hosszú, így egybe a városban, ebből 1,6 km az, ami nem új építés, csak vagy már meglévő kerékpárút, vagy pedig belterületi úton van felfestve a kerékpársáv. Ez azt jelenti, hogy összességében több mint 3 kilométer új kerékpárút épült a városban, a belvárosi részeken térkőburkolattal, a külterületi részeken pedig aszfaltburkolattal látták el a sávokat. Európai Uniós forrásból 90%-os intenzitással sikerül megvalósítani a projektet. A projekt összköltsége 186 millió. Hangsúlyozom azt, hogy ebből az építés az nem éri el a 145 millió forintot, a többi része a tervek készítése, a tanulmányok készítése, kerékpáros akció, kerékpározást népszerűsítő akcióknak a megvalósítása és egyéb szellemi munkafolyamatok. A polgármester hozzátette, a város lakosságát kerékpározást népszerűsítő kampányokkal ösztönzik majd az egészség és környezet tudatos közlekedési eszköz használatára.